Hamarosan becsengetnek, országszerte 1,5 millióan kezdik meg holnap a tanévet, egyre többen járnak egyházi fenntartású intézményekbe. Helyi adók, 4,2 milliárd forint bevételre számít Nyíregyháza szeptember 15-ig. A 2016. évi második félévre esedékes iparűzési építmény és gépjármű adókat eddig kell befizetni. Csúcson a pollen koncentráció, virágzik a parlagfű, a csapadékos nyár kedvezett a gyomnövénynek, a mezőgazdasági területek állomány szárítását ajánlják a szakemberek. Országszerte 1,5 millióan kezdik meg holnap a tanévet. Több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézményben már ma megtartották a tanévnyitót. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A diákok közül egyre többen járnak egyházi fenntartású intézményekbe. Ilyen óvodába, iskolába bárki jelentkezhet, ám a legtöbb helyen lelkipásztori ajánlást vagy egyháztagsági igazolást is kérnek a szülőktől. Egyre több oktatásnevelési intézményt vesznek át, vagy indítanak az egyházak, baptista vagy evangélikus, római vagy görögkatolikus, a szülők meg annyi intézmény közül választhatnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Érdekesség, hogy csak a református intézmények száma 2010 óta közel kétszeresére növekedett, így mára meghaladja a 170-et. Tanulóik száma pedig több mint 50 ezer. Nyíregyházán a Jókai Mór református általános iskolában még a padra tett székek mutatják, hogy nincs tanítás, ám szeptember 1-én mindenhol megkezdődik a tanév. 776-an kezdik meg tanulmányaikat itt, a túljelentkezés pedig évek óta jellemző a Jókaiban, szinte már kinőtték intézményüket, amely így is két telephelyen működik. Az elmúlt másfél hónapban, amióta dolgozom vezetőként ennek az iskolának az élén, szinte minden nap jöttek ide családok, szülők, akik szerették volna a gyereküket beiratni, de felsőbb osztályosok is, nem csak elsőbe jelentkeztek be, akiket már mi nem tudunk fogadni, mert kinőttük az iskolánkat. Az iskola vezetője úgy véli, az egyházi iskolákban pluszt kaphat a szülő és a gyerek is, szerinte ezért választanak egyre többen egyházi intézményeket. Isten dolgaihoz is közelebb vannak itt, és nem biztos, hogy a szülők ezt keresik először, de biztosan érzékelik azt, hogy mi a családdal együtt képzeljük el a gyerekek nevelését, és keresztény családban gondolkodunk. Az egyházi fenntartású intézményekbe bárki jelentkezhet, erről már Gál Sándor nyíregyházi esperes beszélt televíziónknak. Hozzátette, vannak olyan plusz dokumentumok, amelyeket az iskolák a jelentkezésnél kérnek a szülőktől. Mindegyik történelmi felekezet szükségesnek látja azt, hogy a gyermek, illetve a mögötte levő családi háttér igazolására, keresztény élet gyakorlás igazolására egy lelkipásztori ajánlást kérjenek a felekezetüknek és a gyülekezetüknek megfelelő módon, illetve ettől az általános rendtől eltérően mi reformátusok nem egy lelkipásztori ajánlást kérünk egyszerűen, hanem egy még egyszerűbb, de még hathatósabb dolgot, egy egyháztagsági igazolást. Hasonló igazolást, legyen szó lelkipásztori ajánlásról vagy tagsági dokumentumról, valamennyi egyházi intézmény kér, többek között a nyíregyházi görögkatolikus is. Az oktatásnevelést 1996-ban indították újra a szabolcsi megyeszékhelyen, akkor óvodát nyitottak. Két évre rá 4 fővel indult el az alsó tagozat. Akkor még szintén Keresztes-Szilárd püspök atya újra alapította az 50 éve bezárt görögkatolikus iskolát, és a mai nap is bizonyítja azt, hogy jól tette ő és munkatársai ezt a döntést, hisz 4 évvel ezelőtt gimnáziummal is bővült az intézményünk, és ebben a tanévben 646 diákkal indulunk az új tanévnek. A folyamatosan növekvő tanulói létszám miatt ebbe az új korszerű épületbe költözött az iskola 2012-ben.
Gyermekpornográfia miatt emelt vádat a nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen. A vádlott 12 éves fiúkról gyűjtött felvételeket az elmúlt egy évben. A közel 3000 fényképet nem csak letöltötte, egy Fülöp-szigeteken élő ismerősének is továbbította. Tájékoztatott Szilágyi László, a megyei főügyészség szóvivője. A képek továbbítása súlyosbíthatja az ítéletet, így akár 5 év börtönbüntetésre is számíthat a férfi, aki az elmúlt 3 hónapban előzetes letartóztatásban volt, hogy a bizonyítékokat ne tudja megsemmisíteni. A rendőrség alapos nyomozás után kiderítette, hogy személyes kapcsolata nem volt a gyerekekkel. Ezek a felvételek a fiúkat súlyosan személyremsértő módon ábrázolják, pornográf felvételekről van szó. A felvételeket a férfi az interneten szerezte meg, ismerőseitől, illetve letöltötte azokat. A felvételeket telefonján, memóriakártyán, illetve egy internetes tárhelyen tárolta. Arra is adatot szerzett be a nyomozóhatóság, hogy a felvételek egy részét egy hasonló beállítottságú ismerősének továbbította. Több mint 900 kiskorú fiúról van szó, az róluk készült felvételeket találták meg a férfinél, és közel 3000 felvételt találtak meg nála. Nagy erőkkel keres a rendőrség a polgárőrséggel közösen egy 40 év körüli nőt, aki Nyíregyházáról tűnt el otthonából. A Sóstóhegy környéki területet kutatják át. Aki felismeri a képen látható hölgyet, hívja a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot. 4,2 milliárd forint bevételre számít Nyíregyháza helyi adókból szeptember 15-ig. A 2016. évi második félévre esedékes iparűzési építmény és gépjármű adókat eddig kell befizetni. A napokban már postázták az adózók folyószámla egyenlegét tartalmazó értesítéseket. Ezeknél az ablakoknál lehet majd szeptember 15-én a Nyíregyházi ügyfélcentrumban intézni a helyi adók befizetésével kapcsolatos ügyeket. Rendkívüli nyitvatartással várják az adózókat a 29-30-31-es ablakoknál, de telefonon, e-mailen is elérhető lesz a hivatal. Nyíregyházán 14.500 működő vállalkozás van. Nagyvállalatoknak, kisebb cégeknek és egyéni vállalkozásoknak is szeptember 15-éig kell befizetniük a 2016. év második fél évére esedékes iparűzési adót. A városban 8000 felett van az építményadót fizető vállalkozások száma, valamint 40000 gépjármű tulajdonos is adózik. Megközelítőleg 4,2 milliárd forint adóbevételt remélünk szeptember 15-ére. Ez azt jelenti, nyilvánvalóan, hogy a legfontosabb iparűzési adó nemből származó bevételünk el fog érni megközelítőleg a 3 milliárd forintot, építményadóból pedig 1 milliárd forintra reménykedünk, hát nyilvánvalóan a többit pedig a többi adó nem fogja kiadni. Nyíregyházán jelentősen javult az adófizetői magatartás, kevesebb a kintlévőség és kevesebb a hátralék, mint a korábbi években, tudtuk meg. Ugyanis az adózók tisztában vannak azzal, hogy a késedelmes fizetés, a tartozás szankciókkal jár. Az adóhatóság inkasszót, foglalást kezdeményezhet, behajtja a tartozást. Ha van fizetési hajlandóság, akkor pedig részletekben is befizethető az adó. Várjuk, hogy érkezzenek hozzánk kérelmeikkel, gondjaikkal, panaszaikkal, szeretnénk megoldani. Nekünk az a legfontosabb, hogy az adóforintok megérkezzenek a költségvetési számlajavára, illetve hogy az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásunkkal. Évente közel 1000 vállalkozás szűnik meg a megyeszékhelyen, és 600-700 új cég vagy egyéni vállalkozás kezdi meg működését. Virágzik a parlagfű, ilyenkor csúcson van a gyomnövény pollen koncentrációja. Az idei viszonylag csapadékosabb nyár következtében sok a parlagfű a megyében és a mezőgazdasági területeken. A napraforgó táblák szélein írtani kell, a fertőzött területek állomány szárítását ajánlják a szakemberek. Nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja. Ez a térkép azt mutatja, hogy az ország milyen területein érezhető a levegőben az allergén. A parlagfű mellett a csalánféléktől is tüsszögnek, köhögnek az allergiások augusztus végén. A parlagfű szezon eltarthat szeptember vagy akár október végéig is. Persze az időjárás befolyásolja, hogy mennyire van jelen a levegőben a gyomnövény pollenje. Csak záporok környezetében mérséklődhet egy kicsit.
Az idei, a szokásosnál csapadékosabb nyár kedvezett a növény növekedésének. Többszöri írtás ellenére a gyom most is megjelenik a mezőgazdasági területeken. A napraforgó és kukoricatáblák tele vannak parlagfűvel, amit írtani kell. Ilyenkor állományszárítással, úgynevezett deszikálással elősegíthető a betakarítás, és a termés kórokozókkal szembeni védelme is biztosítható. A napraforgó olyan állapotban van, hogy a legtöbb helyen, hogy megérett, már elég sok, pontosan eddig 15 engedélyt adtunk ki a légi deszikáláshoz. Folyamatosan jönnek a igények, illetve a kérelmek. Tehát azt javasoljuk mindenkinek, hogy ahol ez végrehajtható, tehát a tábla méreték és egyéb szempontokat figyelembe véve, ott ezt hajtsák végre, mert akkor nyilván deszikáljuk a pollakfüvet is, és megakadályozzuk a pollenszóródást, illetve megakadályozhatjuk, hogy a mag is beérjen és jövőre újra csinálszon. Tapasztalat, hogy a gazdák komolyabban veszik a védekezést. Légi felderítés lesz a jövő héten is, mondta el a főosztályvezető. Vannak olyan területek, ahol a hatóság most is beazonosította a virágzó parlagfűvel borított területeket. Eddig 70 tulajdonos ellen kellett eljárást indítani. A terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millióig bírságolhatnak. A jégkárosult települések segítése jelenleg az egyik legsürgetőbb probléma a megyében, közölte Tukacs István, szocialista országgyűlési képviselő nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus elmondta, az egyházi és önkormányzati ingatlanoknak, valamint egy iskolának a felújítását már segítette a kormány, de az ott élőknek rendkívüli segélyre lenne szükségük. Ennek érdekében Tukacs István egy beadványt is eljuttatott a belügyminisztérium felé augusztus közepén. A rendkívüli támogatás azért is lenne fontos, mert ezeken a településeken az átlagkereset mindössze 20-25 ezer forint, így önerőből nem tudják elhárítani a károkat, tette hozzá a képviselő. Tudom persze természetesen, hogy mindenkinek kötelessége gondoskodni a saját maga ingatlanáról, de ebben figyelembe kell venni azt, hogy nagyon nehezen élnek az emberek ezekben a térségekben. Munkalehetőségek és egyéb jövedelemszerzési lehetőségek hiány nem tudnak tartalékolni, nem tudnak olyan költségeket fizetni, amelyek már vállalhatatlanok, hiszen elsősorban a megélhetésük a cél. Két bemutatóval érkezik a megyeszékhelyre Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok. Vasárnap a nyíregyházi repülőnapon tart bemutatót. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 51 millió forintból újították fel a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium tiszavasvári úti tornacsarnokát. A 70%-ban TAO-s, 30%-ban önkormányzati támogatású beruházás eredményeként leparkettázták a küzdőteret, speciális borítást kaptak a falak és korszerűsítették az árnyékolás technikát. A harmadik helyen végzett a Nagysároson megrendezett Saris kupán a nyíregyházi Teke Klub együttese. Haker Dezső pedig a legjobb külföldi játékosnak járó külön díjat hozta el Szlovákiából. Az NTK szombaton Szolnokon kezdi a bajnokságot. Két bemutatóval érkezik a megyeszékhelyre Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok. Vasárnap a nyíregyházi repülőnapon tart bemutatót. A rendezvény számos érdekességet tartogat a reptére látogatóknak, többek között egy luxus helikoptert is láthatnak. Csodálatos látkép Nyíregyházáról, madártávlatból. Egész napos sétarepülési lehetőséggel is várják a repülőnapon az érdeklődőket. A hétvégi rendezvényt délelőtt 10 órakor kezdik, lesz ejtőernyős ugrás, kötelékrepülés és helikopter bemutató. Egy luxus helikoptert visznek ki a reptérre. A repülés nagymestere Veres Zoltán, műrepülő Európa-bajnok és többszörös Guinness-rekorder. Egy délelőtti és egy délutáni bemutatóval érkezik Nyíregyházára. Az ingyenes rendezvényen számos kísérőprogram lesz, makettkiállítás, modern repülőkiállítás és a kicsikre is gondoltak játékos programokkal. A rendezvény elejére és végére is ingyenes buszjáratot biztosítanak. Az idei repülőnapot a város támogatott rendezvényei közé emelte.
Eddig a város a repülőnapokon kvázi egy háttér emberként vett részt, háttér támogatást nyújtott, és azt gondoltuk, hogy mi meg tudjuk szervezni ugye a kiegészítőket, a gyerekeknek a játszó parkot, a koncertet, a büfét, viszont nem tudjuk megszervezni a repülősót, és ezért megkértük a Horváth Péter Lott és a Tréner Kft-t, hogy működjön velünk együtt. Az országban egyedülálló módon 1968 óta Nyíregyházán van repülőgép pilóta oktatás. Ez a városnak is büszkesége, tette hozzá az alpolgármester a sajtótájékoztatón. A Tréner Kft. A Vízér Kadét program szakmai vezetője Nyíregyházán a nemzetközi pilóta képzésben 8-an tanulnak. A Vízér Kadétokat felvettük, nagyon jó sikerült őket megválogatni, és önfinanszírozással 8 hallgató, 4 magyar és 4 külföldi hallgató vesz ezen részt. Nagyon szépen haladnak, régen egyedül repülnek, már januárban kezdték a képzést, és a típus képzéssel az a szimulátor befejezik jövő év novemberében, és durván 24 hónapot komplett pilótákat képzünk. Ezen kívül a Nyíregyházi Egyetemen a napokban 17-18 első éves pilóta hallgató iratkozik be a képzésre. €51 millió újították fel a nyíregyházi Zrínyi-Ilona gimnázium tiszavasvári úti tornacsarnokát. A 70%-ban TAO-s, 30%-ban önkormányzati támogatású beruházás eredményeként leparkettázták a küzdőteret, speciális borítást kaptak a falak, és korszerűsítették az árnyékolás technikát. A Zrínyi gimnázium tiszavasvári úti tornacsarnokát 2008-ban adták át, és már akkor sok kritikát kapott a talaj sportpadló borítása. Az elmúlt 8 évben tovább romlott a helyzet, így elengedhetetlenné vált a felújítás. Nyíregyházán 2014-ben indult el a tornatermek rekonstrukciója, és a BEM, a Móra, a Vessik, valamint az Ötvös után €51 millió új belsőt kapott az Zrínyi gimnázium létesítménye is. A küzdőteret leparkettázták, a falak speciális borítást kaptak, és kicserélték az árnyékoló függönyöket is. Ez a város második legnagyobb, a Continental Arena után a legnagyobb sportcsarnoka. Mind kézilabda, mind kosárlabda, mind röplabda meccseket lehet majd itt játszani. Ez segíti egyébként, illetve az edzéseket a Magyar Röplabda Szövetség támogatásából megvalósult motoros térrel választó függöny, ami a csarnoknak a kihasználtságát még jobban növeli. A különböző sportágak felnőtt és utánpótlás csapatai mellett diákok is rendszeresen használják majd a megújult sportcsarnokot. A Nyíregyházi Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégiumából 147 diák, aki rendszeresen minden héten sportfoglalkozások keretében használja a tornacsarnokot. Ezen kívül a Bencs László Szakiskola mindennapos testnevelés keretében naponta körülbelül 100-150 gyermekével jár ide edzeni. A Zrínyi csarnokában a közeljövőben még felszerelnek egy minden igény kielégítő eredményjelzőt. A felújítási program folytatásaként pedig a Móric, a Bánki, a Széchenyi, a Kölcsei és a Kertvárosi Iskola tornatermét is korszerűsítik a megyeszékhelyen. A harmadik helyen végzett a Nagysároson megrendezett Saris Kupán a Nyíregyházi Tekke Klub együttese. Haker Dezső pedig a legjobb külföldi játékosnak járó külön díjat hozta el Szlovákiából. Az NTK szombaton Szolnokon kezdi a bajnokságot. A hagyományokhoz híven a szlovákiai Nagysároson tartották bajnoki főpróbájukat a nyíregyházi tekézők. Az 53. Saris kupára munkahelyi elfoglaltságok miatt nem a legerősebb összeállításában utazott el az NTK, amely végül a harmadik helyen végzett a hadcsapatot számláló mezőnyben. A legjobb nyíregyházi játékosnak az egyéniben 7. helyen záró Hakker Dezső bizonyult. A kedves 580 fája, amivel a legjobb külföldnek járó külön díjat is elhozta, az már mindenképpen biztató, míg mellette a Slovenski Tibor 565 fa, illetve a magyarosi 566 fája, az azt lehet mondani, hogy biztatást adhat már a következő idegenbeli mérkőzésünkre, amit majd a következő hétvégén a Szolnok ellen vívunk majd meg. Azt lehet mondani, hogy a harmadik helye megszerzése az mindenképpen egy jó helyezés volt ezen a hadcsapatos tornán. Egy kis szerencsével sikerülhetett volna kasaiakat pahunk mögé utasítani, de sajnos nem jött össze. Azt meg mondanom se, hogy a hazaiak a hazai pályaelőnyét maximálisan kihasználták, és egy nagyszerű csapatfával megnyerték a viadalt. Mivel a rajtsorszámokat a legutóbbi szezon helyezései alapján osztották ki, az NTK az első 4 fordulóban az elmúlt bajnokság első 4 helyezettjével méri majd összetudását.
rögtön az első mérkőzésen a tavaly negyedik helyezett Szolnokhoz kell látogatnunk, azután majd következik a harmadik helyezett, tavalyi harmadik helyezett Récselak hazai pályán, majd Zalaegerszegre utazunk, akik tavaly a másik helyezettek voltak, és ebből következik, hogy a negyedik fordulóban a Szeged ellen kell megvívnunk a kis csatánkat Szegeden, úgyhogy az első négy forduló, mondhatnám azt, hogy a szeptemberi felkészülési mérkőzések, mert ezt mindenképpen így kell majd tekintenünk, ez jól jön majd a csapatnak. A nyíregyháziak célja az, hogy meghosszabbítsák szuperligás tagságukat. Ehhez az utolsó két helyet kell elkerülniük Fintáéknak a 12 csapatot számláló mezőnyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Országszerte 1,5 millióan kezdik meg holnap a tanévet. A diákok közül egyre többen járnak egyházi fenntartású intézményekbe. Ilyen óvodába, iskolába bárki jelentkezhet, ám a legtöbb helyen lelkipásztori ajánlást vagy egyháztagsági igazolást is kérnek a szülőktől. 4,2 milliárd forint bevételre számít Nyíregyháza helyi adókból szeptember 15-éig. A 2016. évi második félévre esedékes iparűzési építmény és gépjármű adókat eddig kell befizetni. A napokban már postázták az adózók folyószámla egyenlegét tartalmazó értesítéseket. Virágzik a parlagfű, ilyenkor csúcson van a gyomnövény pollen koncentrációja. Az idei viszonylag csapadékosabb nyár következtében sok a parlagfű a megyében is, a mezőgazdasági területeken. A napraforgó táblák szélein írtani kell, a terület állomány szárítását úgynevezett deszikálást ajánlanak a szakemberek. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 31-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk, a közép-európai térségben a hétvégéig nem valószínű lényeges időjárás változás, a meteorológiai ősz a Kárpát-medencébe így nyárias idővel köszönt be. Éjjel derült lesz az ég, csapadék nem várható, az északi szél helyenként még megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derült napos száraz időre lehet számítani, mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét utolsó napjaiban is anticiklon, leszálló légmozgás lesz a meghatározó, a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sok napsütésre, nyáriasan meleg időre van kilátás, sőt vasárnapig még 1-2 fokkal melegszik is a levegő. Hétfőn hideg front éri el a Kárpát-medencét, többfelé elered az eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakul, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Kettől ismét napos idő lesz a jellemző, várhatóan gomoly felhőkkel, csupán néhol fordul elő zápor.